Nem vizsgálja a Pécsi Közterület felügyelet működését a Város Ellenőrzési Bizottsága, ezt vetette fel a legutóbbi közgyűlésen a Fidesz képviselője. Barkuszi Csaba egy névtelen levéről is beszélt, amelyet eljuttatott valaki a képviselőkhöz, és zavaros helyzetről írt benne, amit állítása szerint a szervezetnél tapasztalt. Eddig minden évben belekerült a közterületfelügyelet ebbe az ellenőrzési listába, és valamilyen rejtélyes oknál fogva Péter Attiláék kivetették a közterületfelügyeletet, tehát nem akarják azt, hogy ott ellenőrök mászkáljanak, belenézzenek a, cég, vagy hát a szervezetnek a könyvelésébe, pénzügyi adatokba, Egyáltalán magába a működésbe a különböző szabályszerűségekbe, és ez azt mutatja, hogy ebből jól érződik, hogy azok a megfogalmazások, amik egyébként nem csak ebben a levélben, hanem számos más fórumon is érkeznek hozzánk, ezeknek minden valószínűség szerint igen alapos okuk és valóság alapjuk van. Ezért a képviselőcsoport kezdeményezéssel fordult a baloldali városvezetéshez. vezetéshez. Csizmadia Péter a Fidesz Pécsi frakció vezetője már bejelentette azt, hogy kérvényezni fogja egy javaslatban, hogy kerüljön vissza a közterületfelügyelet az ellenőrzési csoport által vizsgált Pécsi önkormányzati szervezetek és egységek sorába. Ettől azt remélik, hogy tisztázni tudják, milyen viszonyok között működik a Pécsi közterületesek szervezete. Remélik, hogy ezt a szándékukat támogatják a város vezetői oldalon is.